kis lakállak nagy Duna mentében. Ó, mi drága ellakocska nékem, könyvben úszik kis szemem pillája, valahányszor emlékszem rá. Mindenki ismeri a lánglelkű költő Petőfi Sándor egy gyönyörű megzenésített versét, amelyet 1843-ban éppen az egykori koronázóvárosban, Pozsonyban írt, további költeményekkel együtt. A város már egy hányatott sorsú szoborral emlékezik a világhírű költőre. Budapesten a Polgárok házában, a Városi Kultúrák a Kárpát-medencében című sorozat keretében 2015. március 20-án Pozsony mutatkozik be. Köszöntött mond Urai Miklós felvidéki politikus és a társrendező Szövetség a közös célokért elnöke. A műsorban közreműködik a felvidéki kulturális és társadalmi élet több ismert személyisége, valamennyiük életpályája szorosan kapcsolódik Pozsonyhoz. Köztük Boráros Imre Kossuth Díjas színművész, Brogyányi Mihály helytörténész, Tráfi Mátyás Jászai Mari Díjas színművész és Rejter István hegedűművész. A rendezvényen kiállítás nyílik a Pozsonyi Magyar Galéria anyagából, melynek kurátora Kalita Gábor festőművész, a galéria művészeti vezetője. Ha valami szereppel, alakítással vagy darabon belül nem voltam tisztában, milyen érdekes, hogy gondolatban vagy álmomban hazamentem. Hazamentem, otthon jártam, és ilyenkor rövidesen megoldódtak a dolgok. Képes voltam feltöltődni ettől az egész óriási anyagtól olyan a pozitív energiával, ami hosszú-hosszú ideig tartott itthon. Ez mind olyan volt, hogy én úgy éreztem, hogy ez azért jó, hogy én ebből építkezni tudok. Rájöttem, hogy engem annyira erős szálak kötnek, fűznek ide, hogy én nem is tudnék ott élni. Mint kisgyerek már Pozsonyban, ugye, ezzel a papírszínházzal, papírbábszínházzal játszogattam. Én voltam Hófehérke, meg a Héttörpe, meg a Piroska, meg a Farkas. Minden szerepet eljátszottam, de kiskölykök figyeltek, és annak idején, mikor még ugye 11 éves általános műveltséget nyújtó magyar középiskola volt a gimnázium, akkor Pozsonyban az Ohh utcán volt ez a gimnázium, és mellettünk a rádió. És hogyha én nem voltam az iskolában, akkor mindenki tudta, hogy nem csavargok, hanem ott vagyok a szomszédban. A szeretet után a legnagyobb emberi érték a hűség. Partján fekszik, ahol a folyó nyugat felől betör a Kárpát-medencébe. Árpád hadi népe itt vívta meg a győztes pozsonyi csatát. Szent István itt alapította az első várispánságot. Pozsony harmadik András óta városi rangú település. Mátyás király 1465-ben itt létesített egyetemet. Pozsony fénykora egybeesik a magyar államiság vészkorszakával, a Szent Korona Habsburg főre jutásával. Pozsonyból így lett koronázóváros és Magyarország fővárosa 1848 áprilisáig. Pozsonyban éltem le eddig életemnek több mint a felét. Losonci és Füleki iskolás korom után, mikor rakodó munkás lettem, felvételiztem geológiára, és Pozsonyba kerültem 18 éves koromba, ide a koronázóvárosba. Itt végeztem az egyetemet, itt lettem szakképesített geológus, és itt végeztem el a doktorátust is geokémiából. Jön a kárterezés. Egyetlen egy kérdés. Nem akarsz szlovák színész lenni?
Nem. Van magyar színház? Van. Kell a magyar képzett színész? Kell. Hát ezért szeretnék én magyar színész lenni. Egyetlen egy esetben vált, csináld csak ezt. Ha úgy gondolod, hogy ennek a felvidéki magyarságnak adni akarsz valamit. És akkor én megfogadtam, hogy én nem várok semmit. Én adni szeretnék. A város több mint ezer éve a magyar, a német és a szláv kultúra meccéspontján fekszik. A honfoglaláskor magyar, székely, besenyő és kun települések vették körül. A 13. században németeket telepítettek a környékre. A város polgársága, az iparosok, kereskedők, szőlőművesek ezért zömmel németek voltak. A koronázóvárosban a magyarok jelentős része nem volt állandó lakos, noha az országgyűlések idején ők alkották a város elitjét. Pozsony államigazgatási jelentőségének megszűnte után kezdett megerősödni a város magyar lakossága. Az utolsó magyarországi népszámlálás adatai szerint, amely 1910-ben zajlott, a lakosok 41%-a német, 40%-a magyar, 15%-a szlovák volt. A trianoni békeszerződés Csehszlovákiához csatolta. A változások ellen tüntető pozsonyiakat 1919. februárjában az új hatalom sortűzzel tizedelte meg. Ezt követően leromboltatták a magyar múltra emlékeztető emlékműveket, köztéri szobrokat. A II. Világháborút követően tovább rombolták a város eredeti jellegét. A német lakosság nagy részét elűzték, a magyarok jelentős részét gyűjtőtáborba és munkatáborba hurcolták. A maradék nem szláv lakosság a jogfosztottság sorsára jutott. A város etnikai átrendeződése így megpecsételődött. Bár 1971-ben több környező magyar falut Pozsonyhoz csatoltak, és sok környékbeli magyar is beköltözött Szlovákia fővárosába, a magyarság számaránya 100 év alatt 40%-ról 4% alá csökkent. Ennél persze sokkal több magyar fordul meg Pozsonyban, egyetemisták, főiskolások és azok, akik itt dolgoznak. A felvidéki magyarság számos kulturális és közéleti intézménye működik Pozsonyban, köztük a Csemadok, a Szőttes, az Ifjú Szívek, a Magyar Közösség Pártja, és a Polgárok Házában sorra kerülő rendezvény társrendezője, a Szövetség a közös célokért is. Pozsonyban, a pozsonyi utcákon, a pozsonyi diákok társaságában és a pozsonyi József Attila ifjúsági klubban indultam el politikusi pályafutásomon, már amennyiben szabad önmagamat politikusnak neveznem, és ebben a városban töltöttem 470 napot börtönben is. Alig ha van a fiatalabb generációhoz tartozó pozsonyiak közt olyan, aki többet tud a városról, mint Brogyányi Mihály. Neki köszönhetően került be a köztudatba több olyan emlékhely, amelyről nekünk, magyaroknak tudnunk kell, mint például a Kecskekapu utcai evangélikus temetőben nyugvó vértanúk, Rázgapál és Jeszenák János sírja. Úgy gondolja, Pozsony magyar vonatkozásainak ismertetésére egy lexikon is kevés volna. Idegenvezetőként érdeklődők százaival ismertette meg a város rejtelmeit. Mi jövőt akarunk itt magunknak és az utánunk jövőknek, mert ez a mi szülőföldünk, és az is marad. Amit önöknek egy-egy előadás kapcsán szeretnék átnyújtani, hogy még vagyunk, még itt vagyunk, és számunkra ez a Szövetség a közös célokért 17 tagszervezetből álló társulás 2001-ben alakult.
tájékoztató irodahálózatot működtet Királyhelmettől Pozsonyig a magyar közösségi házakban. Sokrétű szervező és tanácsadó tevékenységet végez a magyar-magyar kapcsolatok erősítése érdekében. A társulás működteti a Felvidék Ma hírportált, amely 2006-tól ad naponta friss híreket a felvidéki magyarság életéről. A hírportál működéséért a társulást 2010-ben Teleki Pál érdeméremmel, 2014-ben Eszterházy János emlékéremmel tüntették ki. Ez a magyarság szolgálat felvidéken, ma mindannyian tudjuk, talán még inkább igényelt dolog, és a Felvidék ma valóban egy olyan portál, ami megpróbál egy nagy űrt betölteni. Ezzel vagyunk mi gazdagabbak, hogyha valaki figyeli a Felvidék már, akkor mi mondhatnám azt, hogy kicsit zártan azzal foglalkozunk, ami bennünket érint. Az, ami számukra természetes, az számunkra értékes. Fejtöntről jött a sugás, hogy nem szabad a bárni, és nem. Az est végén Pozsonyi Kiflivel és Hubert Pesgővel kínáljuk vendégeinket a három kultúrát ötvöző városa jellemző gasztronómiai különlegességgel. A pozsonyi kifli sikerkorszaka 1785-ben Szent Miklós napján indult, az Európai Unió 2012-ben hagyományos, különleges terméknek nyilvánította. A magyar pesgőgyártás bölcsője pedig 1825-ben Pozsonyban volt, itt alapították az első Franciaországon kívüli pesgőgyárat, amelynek utódjában ma is gyártanak Hubert pesgőt. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!